Lényegében az éles pirotechnika által forgalmazott játéktermékeknek a bemutatója lesz. Apró információk lesznek, igazából legfontosabbak a működéséről, illetve az üzemeltetéséről, ahogy szabályszerűen, illetve biztonságos tud majd ez lenni. Tehát ennek van jogszabálya, illetve jogszabályban foglaltak ezzel kapcsolatban. Ugye az F1, F2 és F3-os kategóriák, amiket meg lehet említeni. Az F1 és F2-os kategória az, amit egész évben engedélyes bejelentés nélkül magánterületen fel lehet használni. Ezeket a pirotechnikai szaküzleteinkben meg is lehet egyébként vásárolni. Róhodon, Dózsa Györgyük 8 szám, illetve a Vaja Tulipán 62. Ezen kívül Nyíregyházán is van egy pirotechnikai szaküzletünk, a Bocskai út 104 alatt. Ezen felül ugye az F3-os kategória, ahogy említettem, december 28-ától elérhető a konténeres árusítás. Az mi esetünkben a White Despondent Garden parkolójában lesz majd. December 28 és december 31 közt lehet ezeket a termékeket megvásárolni. A felhasználása pedig 31-e este 6 és január 1 reggel 6-ig. Bocsánat. Lehetséges. Erre találtuk ki azt a lehetőséget egyébként a www.tuzijatekos.hu weboldalunkat. Erre találtuk ki. Itt természetesen a szakképzett pirotechnikusaink szállítják házhoz, minden biztonsági előírás betartva, tehát a webáruházból a rendelés lehetséges, és a házhozszállítás az biztosított minden szabálynak megfelelően. Egyáltalán nem lehet nálunk vásárolni petárdát, sőt több mint 10 éve már Magyarországon betiltották a forgalmazását és a használatát is. Mi nem is foglalkozunk ezzel, kihegyeztük az élményt nyújtó részét, ami ugye a tűzijáték. Tehát ugye a petárda az nem ebbe a kategóriába tartozik, meg hát ugye, ahogy említettem, azt tiltott már több mint 10 éve Magyarországon. Mindegyiknek van egy kategóriája. Ide, amit említettem, az F1 és F2 az magánterületen egész évben felhasználható, engedély és bejelentés nélkül. Ezeket ugye a szaküzleteinkben meg lehetnek vásárolni. Illetve ugye az F3-as kategória az kizárólag 31-én este 6-tól, január 1 reggel 6-ig használható fel. És ugye nem fordult még elő, de természetesen erre is van egy szabály, hogy amit nem használnak fel termékeket, az térítésmentesen január 5-éig itt a konténerben visszaveszünk. Ugye azt félre kell tennünk ilyenkor, tudva azt, hogy felelős állattartók közé tartozunk mi is. Nekik is vannak ott a házillataink, nekünk is. Sőt, van egy kis házi kedvencem, nekem is kiskutyám van. Személyes véleményt tudok erre csak mondani. Természetesen ilyenkor zárt helyre erre a rövid időszak, hiszen ez egy alkalomszerű, tehát ez nem mindennapos. Nyilván tudunk erre felkészülni is. Jelenesebben én azt szoktam csinálni, hogy zárt helyre. Én tudok általában lehetőséget biztos, hogy nekem bent a házban is helyet adni a kiskutyának, hiszen ez megoldható. Vagy éppen egy kennelbe bezárni, hogy semmilyen olyan problémája ne legyen, hogyha esetleg elszukik, hogy ebből adódóan valamilyen kellemetlenség történik. Igyekszünk nyilván arany középutat találni, de hát ugye, ahogy említettem is, nekünk ez munkánk is. Tehát attól függetlenül, hogy mi felelős állattartók vagyunk, nekünk is vannak házi kedvenceink, viszont dolgozni is szeretnénk. Ahogy említettem, ugye ez egy alkalomszerű dolog, erre fel lehet készülni. Egyetértek természetesen mindkét oldallal. Ezt szeretném kérni az emberektől is, hogy ezt szeretnénk kérni, hogy ilyenkor ők is értsenek velünk egyet, hogy azokat az embereket is tudjuk kiszolgálni, akik egyébként szeretik ezt a... Igen. Ezt is említettem egyébként, viszont arra az vonatkozik, hogy január 5-ig térítésmentesen visszavásároljuk. Abban az esetben, hogyha nálunk vásárolták azt. Még is tudom mutatni az első terméket, amit használni fogunk, illetve meg fogunk mutatni. Ez egy F2-es kategóriába sorolt termék, részőr nevet kapta. 19 lövéssel rendelkezik és 30-as kaliberre. Az említett előbbi beszélgetésben volt, hogy ez egész évben engedélybejelentés nélkül felhasználható magánterületen. Próbáltuk az árakat úgy kezelni, hogy barátiak maradjanak, mert ugye a vevőkörünk, hál' Istennek nem csak a baráti körünkben van, hanem egyre több helyről érkeznek hozzánk vásárlók, de próbáltuk az arany középutat megtalálni itt is, hogy minél barátiabbak legyenek az árak, illetve a termékek elérhetősége. Körben ugye biztonságosan rögzíteni kell a terméket. Ez nem feltétlenül fontos, ahogy említettem is, hogy a biztonság miatt. Ugye a gyújtózsinór az itt van. Ezt leszakítjuk egy picit. Megigazítjuk, hogy könnyebben meg tudjuk gyújtani. Illetve én téglát fogok most jelen pillanatban használni a rögzítés miatt. Stabil legyen. Szerettem volna mondani, hogy rögzítés után minimum egy ilyen 15-20 méteres távolságot kell tartani a terméktől. Ez megint csak amiatt fontos, hogy a biztonságos legyen.